Családi házak helyett több lakásos és gyakran magas épületek készülnek, illetve tájromboló építkezések is voltak a közelmúltban. A településrendezési terv módosításával ezek megelőzhetők? Ingyen vállal a mediációs beszélgetéseket budaörsi iskolákban. Az Országos Mediációs Egyesület elnökét, Gulyás Kálmánt várjuk a stúdióba, aki Budaörsön él. És azon vetélkedtek, hogy ki tud több, meg nagyobb halat fogni, igaz, utána visszaengedték mindegyiket. Lányok is indultak a Herman iskola horgász szakkörének versenyén. Hétközben a TV2040 budaörsi közéleti magazinját látják, jó estét kívánok! Két tájromboló építkezésről is beszámoltunk a közelmúltban, és jó néhány olyan van, ami ha a tájat nem is, de a környéken élő komfortérzetét biztosan rombolja. Gyakori ugyanis, hogy egy családi ház helyén több lakásos sorház vagy társasház épül, vagy olyan, ami jóval a környező házak fölé magasodik. És ez nyilván zavarja azokat, akik már hosszú évek vagy évtizedek óta ott élnek. Amikor mindenről az illetékeseket kérdezzük, az a válasz hangzik el, hogy az építéshatóságot elvették Budaörstől, helyben nem sokat tudnak tenni. Igaz, az építési szabályokat itt hozzák, a hatóság elvileg csak betartatja azokat, már ha van rá kapacitása. A probléma megoldására legutóbbi ülésén módosította a képviselőtestület az úgynevezett településrendezési tervet. De ezzel megakadályozhatók az ilyen építkezések? És mi lesz azokkal a házakkal, amelyek már elkészültek vagy félkészek? Nézzék! Újabb építkezés rombolja a budaörsi látképet az Odvashegyen. A lakóövezeti ingatlanok kivitelezésébe azonban az önkormányzatnak nem sok beleszólása van, de folyamatosan figyelemmel kísérik az építkezéseket. Elvileg településképi követelményeket tud csak a polgármester a különböző eljárásokban érvényesíteni. Ez viszont általában a szépészeti, az anyaghasználati kérdéseket boncolgathatja, a mennyiségieket nagyon nem. Például, ha egy kerítést megépítenek 3 méter magasra, ami szerintünk túlzó, akkor is csak azt nézhetnénk, hogy ez most szép faléckerítés, vagy betonkerítés, tehát csak az anyaghasználatba szólhatnánk bele, és ebben mi nem szeretnénk belenyugodni. Az Odvashegyi építkezésnél a telek teljes területén kiirtották a növényzetet, és már a tervekről is látszó túlzó tereprendezést végeztek. Ezt jelezte is az önkormányzat az építtetőnek, majd az építkezés megkezdése után Budakeszi építéshatóságának is. Valamilyen rálátásunk van, mert egy szakmai konzultáció nevű eljárást, nincsen retorziója, hogyha ezt nem folytatják le, de ezt elvileg kötelezővé tesszük az egyszerű bejelentéssel épülő lakóházak számára is, a tervezők számára. Sokan élnek is ezzel, mert én szeretném, ha inkább lehetőségként tekintenének rá, hiszen azért segítséget nyújt építetőnek is, tervezőnek is, hogy még egy kontroll megnézi a tervet, a jogszabályi megfelelőséget ellenőrzi, a település képbe való illeszkedés, azért nyilván a település hatásköre kellene maximálisan legyen, és az abban előírtaknak a betartatása is, tehát ez nagyon nehéz. Mivel 2013 óta nincs már Budaörsnek hatósági jogköre, így az önkormányzat annyit tud tenni, hogy a szakmai konzultációk eredményéről tájékoztatják Budakeszi hatóságát. Jelenleg egy fennmaradási engedélyezésnél tart az Odvashegyi építkezés ügye, és abban bízik az önkormányzat, hogy a hegyoldalból szerinte feleslegesen kitermelt terület visszatöltésére születik majd határozat. A hasonló eseteket különböző jogszabályokkal igyekszik elkerülni a város. Az augusztusi ülésen módosult a 10 tonna súlyt meghaladó tehergépjárművek behajtási engedélyezésére vonatkozó eljárás, ahol szeretnénk vizsgálni az építkezés jogszerűségét is, hiszen pontosan ennek az építkezésnek a példáján láttuk, hogy nincs olyan jogszabályi hátterünk, amivel elutasíthatunk egy olyan behajtási kérelmet, amit tudjuk, hogy nem egy olyan építkezéshez hajt be, aminek a jogszerű háttere meg lenne. Ez az egyik, és dolgozunk nagyon keményen a zöldrendelet módosításon, ahol pedig viszont tényleg komoly szankciókkal, bírsággal és faültetési kötelezéssel szeretnénk az ilyen tarvágásokat megakadályozni, és ellenőrizni a használatba vétel után létrejövő zöld felületi minimum kialakítását. Hogy nagyobb beleszólása legyen a városnak a helyi építkezésekbe, a helyi építési szabályzatot is folyamatosan módosítják a 2016-ban elindult lakásépítési láz óta.
A képviselőtestület augusztusban és júniusban is megszavazott ilyen módosításokat, de ennek egy-másfél év a hatályba lépési ideje, így nem tud a város rögtön reagálni a gyorsan változó tendenciákra. Visszatértünk arra az épületszám előírásra, ami már régen is hatályban volt, aminek nagyon egyszerű szabálya van. A telek minimum, tehát minden övezetben elő van írva egy telek minimum. A telek minimum kétszerese felett lehet csak két épületet elhelyezni, és ennyi a maximum. Uh-huh. Úgyhogy reméljük, hogy a sok panaszt okozó és a családi házak közé beékelődő több épülettel a telket felőrlő építkezéseknek gátat tudunk akkor ezen túlszabni. Budaörsön még nincs, de szeretnék, hogy legyen mediációs program. Itt van a stúdióban dr. Gulyás Kálmán, aki az Országos Mediációs Egyesület elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mediáció és nem meditáció. Nehogy valaki rosszul olvassa mondjuk ezt az infocsíkot, amit most itt látnak. Mi is pontosan a mediáció? Egy közvetítés? Közvetítés a mediáció, egy konfliktuskezelési módszer. Több is van természetesen, mi ezt úgy hívjuk, hogy alternatív vitarendezés, ha mindegyiket föl, tehát a békéltetés, a közvetítés, a döntőbíráskodás, ez mindenbe a kategóriába tartozik. Erre Budaörsön már van példa, a frankhegyi telek tulajdonosok és az önkormányzat között elkezdődött egy mediáció, de az iskolában milyen témákról, hogyan lehet mediálni? Nagyon régen foglalkozom mediációval, és hosszú évek során az szűrődött le, és az a tapasztalatom, hogy a magyarországi konfliktus kezelés nagyon alacsony szinten mozog. És arra gondoltam, hogy két helyen lehet megtanulni ezt. Az egyik az otthon, a család, a másik az pedig az iskola. Az iskolában nagyon sok konfliktus volt az elmúlt időszakban, és most a pandémia időszakban is, nem csak a pandémia miatt kiváltott helyzet következtében lesznek konfliktusok, egyébként is vannak. Mert mindig volt diák és diák között, diák és tanár között, tanár és tanár között, szülő és tanár között, és sajnos ez, ha nem tudják, nem észlelik, nem tudják kezelni ezeket a konfliktusokat, ezek eldurvulnak. De ezeknek a konfliktusoknak a kezelése nem a pedagógusok feladata? Alapvetően igen, természetesen, csak a pedagógus mindig belül van. Mindig kell egy olyan személy, és ez a mi szakmánk, hogy mi nem vagyunk érintettek egyik félnél sem, vagy egyik félnek a érdekkörében nem tartozunk. Nem vagyunk pedagógusok többségében, biztos van köztünk is pedagógus, de mi a semleges harmadik fél vagyunk, akit sem érzelmileg, sem érdekek nem mozgatnak ebbe, hogy valakinek külön-külön a pártjára állnánk egy konfliktus rendben. Ez azt jelenti, hogy nem is döntenek az ügyekben, ugye? Tehát nem mondják azt, hogy A-nak vagy B-nek van igaza a dologban. Szó sincs róla, nem lehet, ez kizárja a mediáció. Hát van egy törvényünk, ez a 2002-55-ös törvény, elég régi most már, megérett a frissítésre is, de ezzel együtt azt kell mondanom, hogy ott van egy protokoll, ami szerint egy mediátornak kell végezni a munkáját. Jellemzően nagyon nagy titoktartás övezi a mediációt, tehát a mediátor munkáját. Éppen ezért mi nem adhatunk az ügy érdemi részéről soha tájékoztatást. Tehát van egy nagy ügy, és kiderül, hogy mediátor dolgozik, az lehetséges, de a mediátor nem nyilatkozhat. Amikor megérkezett a stúdióba, egy kicsikét beszélgettünk, és rögtön elmondta, hogy ön ezt mind ingyen vállalná, vagy a mediátor társaival együtt ingyen vállalná. Tehát nem arról van szó, hogy mi most abban segítünk, hogy önöknek megbízása legyen. Abszolút nem. Én nagyon-nagyon szeretném azt, hogy Ausztriához hasonlóan, ahol az iskolába kötelező a konfliktus kezelés valamelyik formájába belekóstolni, és mondjuk egy kurzuson részt venni. Jellemzően azt hiszem a középiskolában addig nem kapnak érettségi bizonyítványt, amíg egy mediációs kurzuson nem vesznek részt a diákok. Nagyon jó lenne Magyarországon is ez valamilyen formában meghonosodna, ez az egyik. A másik pedig azért nagyon fontos az iskola szerintem, mert ha már annyi mindent tanulnak ott, akkor miért ne lehetne megtanulni a mediátornak, vagy a konfliktus kezelésnek az alap dolgait is. Na játszunk egy kicsikét. Igen. Képzeljünk el egy osztálytermet, ahol van egy fiú, mondjuk nevezzük Gézának, teljesen mindegy. Géza nem akarja fölvenni a maszkot, mert őt idegesíti, és nem bír benne lenni egész nap. Viszont másik két társa meg azt mondja, hogy hát most kötelező a maszk, meg vegyük föl, még akkor is, ha az osztályteremben nem kötelező, de a folyosón vedd föl, összevesznek.
az lesz a vége, hogy Gézát a másik két fiú megveri. Gézának az anyukája vagy az apukája azzal megy be az iskolába, hogy az ő gyerekét verik. Nyilván mind a két oldalon van igazság. De ilyenkor mit tud tenni egy mediátor? A mediátor ilyenkor ugye leülteti a feleket. A protokoll úgy kezdődik, hogy el kell fogadni egy szemét, hogy ki lesz a mediátor. Tehát mindenféleképpen egy semleges szemét kell. És utána meghallgatja a feleket. Ez általában úgy megy, hogy ugye nekiabáljanak a egymás vagy szövegébe bele a gyerekek. Tehát bocsánat, hogy megakasztom, ez egy nagyon fontos. Tehát, hogy én azt látom, aztán vitatkozzon velem, hogy ma Magyarországon nincs igazi vitakultúra. Vitahelyzetek sincsenek. De kinyilatkoztatások megszűnt vannak. Megszűnt a párbeszéd. Tehát, ha megszűnt a párbeszéd, akkor nem alakulhat ki vitakultúra. De most ebből adódóan a mediátornak kézbe kell tartani ezt a folyamatot. Tehát azt mondom, hogy most akkor Géza, te beszélsz, van 10 percet. Mondd el, hogy mi volt a bajod a társaddal. Megkapta a 10 percet, lemérem az időt, és ő nem szólhat bele a másik fél. Kap egy papírt, egy ceruzát, hogy írd föl, hogy te mivel nem értesz egyet, és majd el fogod mondani, amikor rád kerül a sor. És akkor így tehát egymás után jönnek, és utána kialakul egy olyan kép, hogy tulajdonképpen miért alakult ki ez a konfliktus? Mélyebb gyökerei vannak, már korábban is utálták egymást valamilyen ok miatt, vagy konkrétan ezt most kiváltotta valami más, a pandémia, vagy bármi más, tehát a maszkviseléssel kapcsolatban. Vagy az otthonról hozott olyan beidegződés, hogy hagyd a fenébe, ez az egész csak mese, és nincs itt semmi baj, ne vedd fel a maszkot. Tehát, hogy nem lehet tudni, és ha ez megtörténik, akkor talán a mediátornak módja van arra, hogy különülteti a feleket, és úgynevezett külön tárgyaláson próbál beszélni velük. Ugye itt elhangzott az, hogy tehet-e javaslatot, megegyezhet a mediátor a felek. Nem, de mediátor mindig kérdez. Tehát, de most őszintén mondd meg, Géza, mi bajod van neked azzal, hogy most fel kell venni a maszkot? Uh-huh. És Géza elmondja az ő álláspontját, meg igen, a másik csak is elmondja. Akkor, de itt nem fejezem be a kérdést, mert azt mondom, hogy mi a bajod ezzel? Hát most gondolj bele abba. Mi van akkor, ha az egész osztályt te pozitív vagy és megfertőzöd? Te vállalod ezt a felelősséget csak azért, mert most nagy fiú vagy, és nem hordasz maszkot. Tehát azt mondom, hogy el kell jutni odáig, hogy rájöjjön magától, hogy ez egy butaság. Most, ha mindenkinek ez a feladata, hogy megvédjem a másikat elsősorban, meg magamat is természetesen, akkor be kell állni a sorba, és föl kell venni azt a maszkot. Oké, de főleg egy általános iskolában előfordulhat az, hát ha leszidunk egy gyereket, akkor rögtön szóval, persze, hát én ezt többet nem követem el, aztán eltelik 10 perc, és ugyanúgy elköveti. Tehát lehet, hogy még ott megegyeznek a mediátor mellett, és másnap, mint a mi se történt volna, ugyanúgy folytatódik. Érdekes, mert ugye egy megegyezésben azért mindig van valami olyan klauzula, ami az arra utal, hogy mi van akkor, ha nincs megegyezés? Tehát, hogy akkor hívnak egy új konfliktuskezelő embert, egy új mediátort, vagy agyba főbe verik egymást, vagy följebb megy egy szinttel, és mit tudom én, az igazgató és fegyelmi tárgyalás lesz. Oda is lehet mediátort egyébként hívni, a konfliktus van. Tehát vagy, nehogy Isten, az egyik késveszelő, akkor meg már bíróság lesz az ügy. Tehát, ha azt nézem a fokozatát, hogy hova eszkalálódhat egy konfliktus, ha nem tudom időben rendezni, akkor talán annyi józan esze van mindenkinek, hogy jó, megegyeztünk, én korrekt srác vagyok, betartom az ígéretemet, tartsd be te is, hogy akkor e szerint fogsz. És erre épül egy kicsit, hogy a közvetlen megállapodás erősebb kötőerő, mint ha kívülről valaki megmondja, hogy mit kell csinálni. És hogy indulhat el maga a mediáció? Tehát ön most felajánlja a segítségét, vagy néhány mediációt vezető társával együtt felajánlják a segítségüket. Na de nyilván ezt csak akkor kérik a tanárok, hogyha már azt érzik, hogy én nem tudok a gyerekkel megfelelően kommunikálni, én nem tudok a szülővel megfelelően kommunikálni, vagy nem tudok a tanártársammal, és akkor kérem a mediátor segítségét. Mi arra gondoltunk, ebbe az évben indulna, ugye ez összefügg valahol, nem direktbe, de összefügg valahol, azzal, ami elindult a parlament részéről, hogy hoztak egy törvényt, hogy fölállítják az iskolaőrséget. Én tudom jól, hogy Budaörsön egyetlen iskolában se lesz iskolaőr, ezzel együtt azért a szakma
és itt nem csak mi mediátorok, hanem nagyon sokan pszichológusok, iskolapedagógusok, tehát egy csomó olyan szakma, akik kócsok, nem tudom, nem nagyon értenek ezzel egyet, mert úgy gondolják, hogy ez olyan emberek kezébe adják ezt a jogosultságot, akiknek nincs meg ez a megfelelő tapasztalatuk. És arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha megelőznénk ezt az egészet. Tehát mi egy preventív mediációra gondolkodtunk, és fölajánljuk, és itt szeretnék pontosítani, hogy félreértető legyek, én magam egyedül ajánlottam föl a társaim közül azt, hogy kész vagyok minden héten egy napot azzal tölteni, ha van igény rá valamelyik iskolába, megbeszélve az igazgatóval, hogy hogy működne ez az egész. Írtunk egy levelet az iskola igazgatóknak, elárulom, ebbe egyetértés konszenzus volt, én beszéltem az érdi tankerülettel is, ők örülnek ennek a dolognak, és de természetesen az igazgató kezében van a döntés. Azt jó, hogy felhozta, hogy iskolaőrség, mert szerintem azért itt két nagyon ellentétes dologról beszélünk. Van egy iskolaőr, aki hatalmi szóval, ha tetszik, bilincsel oldja meg a problémát, és van a mediátor, aki megpróbálja rávezetni a feleket, kompromisszumra késztetni őket. Igen, ez így igaz, hogy hogy nagyon kemény jogosítványai vannak az iskolaőrnek, ám bár úgy gondolom, én nem vettem részt a felkészítésükön, és nem tudom, hogy történt ez az egész, de nagy valószínűség nem az volt a felkészítés lényege, hogy rögtön a bilincs és a gásprét kell, hanem olyan embereket válogattak, akik pszichésen is alkalmasak arra, hogy egy konfliktus helyzetbe nem eszkalálják tovább a konfliktust, hanem éppen a megoldás felé tudják elvinni. Tehát még akár jó is kisülhet belőle, én ezt nem vitatom, de úgy gondolom... Meg lehet olyan helyzet, amikor összeverekszik 5-10 gyerek, akkor ott nem biztos, hogy mediálni kell, ott szét kell őket szedni. Szét kell szedni, így van. Akkor jó az iskolaőr. De azt hozzá szeretném tenni, hogy azért a budaörsi iskolákban ilyesmiről nem nagyon lehet hallani. Valószínű, ilyenek az igazgatók, ilyen a tantestület, ilyen tanárok vannak. Nem vitás, ugyanakkor, hogy sokkal több azt hiszem a női pedagógus, mint a férfi, tehát az ő testerejük és a, mondjuk egy férfi pedagógus fellépése talán nem lehet egyenrangúnak tekinteni. Én mindenképpen fontosnak tartanám a konfliktus kezelés kultúrája miatt, hogy az iskolákba elinduljon egy ilyen folyamat. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy levélírás, fölajánlkozás, elindítjuk ezt a projektet, aki nyitott erre, mi az nagyon szívesen elmegyünk, beszélünk vele, részleteket megbeszéljük, de ennek a feltételét persze az iskolának úgy kell megteremteni, hogy mivel ez egy nagyon bizalmi, diszkrét munka a mediáció, éppen ezért egy helyet kell biztosítani az iskolának, ahol le tudom ültetni a feleket. Legyen az diák, diák szülő, diák tanár, mert minden előfordulhat. Az egyik iskolában egyszer csak odajött hozzám az egyik pedagógus, és azt mondta, nem akarom még a címét sem megmondani, tehát oda egy csak pedagógus, azt mondta, hogy hát Gulyás úr, ugye biztos nagyon fontos ez a diákoknak, de ha tudná, hogy mi van itt a tantestületben. Ja, mondom, hát akkor hívni kell egy mediátort. Elárulhatjuk talán, hogy ön budaörsi egyébként, igen, ezért budaörsi is ajánlja fel a budaörsi iskoláknak, és akkor most vár arra, hogy ezt kik fogadják el? Hát az igazság, hogy támogatást kaptunk mi a várostól is, hogy elindítani ezt a programot, és itt megemlítem, hogy az egyik képviselőnk is, a mi területünkön, aki képviselő, fölajánlott, hogy elviszi ezeket a leveleket az iskolai igazgatóknak. Azt mondja, ne postán küldjük el, mert nincs sok iskola, és egy személyes átnyújtás esetén esetleg az igazgatók is nyitottak. Aztán meglátjuk a folytatást. Egyet még nem mondtunk el talán elég hangsúlyosan, igen, hogy ez olyan, mint a békeltető testület, hogy mind a két félnek alá kell magát vetni. Erőszakkal nem lehet odavinni. Tehát ha az iskolaőr megbilincseli a gyereket, akkor nem hozhatja oda a mediátorhoz, mint egy bírósági tárgyalásra. Hát a mediátorhoz nem, mert a feleknek egyet kell érteni azzal, hogy részt vesznek a mediációba. Nem egészen olyan, mint a békeltető testület, ismerem, mert ugye két békeltető testületi forma is van. Ez a fogyasztóvédelmi, illetve a pénzügyi békeltető testületek, ők tanácsba dolgoznak. A mediátor legtöbbször egymaga dolgozik. Még kicsit ilyen magányos farkas módjára dolgozunk. Ezzel is talán még inkább tudjuk biztosítani a titoktartásra vonatkozó összeszabályt. Tehát azért mondom, hogy annyiban igen, hogy alávetés kell,
el kell fogadni a mediátor személyét, aki végigviszi a gyerekeket, a tanárokat, a diákokat, bárkit ezen az úton, ebbe a folyamatba. És nem mond semmit, nem tesz igazságot, csak rávezet és kérdez. Pontosan, kérdések kell lassan eljutni odáig, hogy kialakuljon egy megállapodásszerű állapot, és ha elfogadja mind a két fél, akkor ezt írásba kell rögzíteni, ezt mind a két fél és a mediátor aláírja. Ez mint egy biztosíték is arra, hogy figyelj, aláírtad már ezt, megfogadtad, hogy a következő időszakban már felveszed, nem... Felveszed a maszkot, maradjuk így a példánál. Így van, pontosan, így van. Tehát azért van ebben bizonyos garanciális szabá is, de hát ha nem, mert azért sajnos ilyen a... Nem tudom, mit csinálom. Ilyen a világ. Ilyen a világ, nem mindenki tartja be a megállapodást, akkor tovább lehet lépni. Én ilyenkor azt szoktam mondani, persze ez nem erre a területre igaz, hanem mondjuk a munka világára. Nem tartották be, hívjatok egy új mediátort. Kész. Ha továbbra is a mediációhoz ragaszkodtak. Nem kell persze, de azért azt tudni kell, hogy a mediáció nem csak itt van, tehát egy kicsit szélesebben kitekintek. Ugye 96-ban még a munkavilágában volt, de ma már ott tartunk, és 2002 óta a polgári jog területén, illetve most már a büntető területen, a bíróságokon is van lehetőség mediációra. Érdeklődő várjuk a folytatást. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást, és örömmel jövök máskor is. Aki horgászni indul, azt szeretné, hogy minél több és nyilván minél nagyobb halat fogjon. Ez a céljuk a sporthorgászoknak is, igaz, ők csak vetélkednek, mert mérés és fotózás után visszaengedik a halat a tóba. Nekik a céljuk tehát a versenyzés, és nem az, hogy halászlét főzzenek utána, vagy halat süssenek. Nos, a Herman iskola horgászszakkörének tagjai igazi sporthorgászok, ezt a legutóbbi versenyükön is bizonyították, és nem csak fiúk vettek részt a vetélkedésen, lányok is fogták a botot. Amikor bevágtam neki... Pontje! Pontje! Tükör! Pontje! Az izgatott és feszült fárasztás után egy igazán szép közel 2 kilós ponty akadt Kovács Barna horgára. A verseny előírásainak megfelelően a beetetéstől kezdve a hal kifogásáig mindent maga csinált, csak a hal kiemelésénél segíthetett az édesapja. Természetesen a horog szakszerű eltávolítása és a sebzett állat sérülésének az ellátása is az ő feladata volt. Erre is nagyon oda kellett figyelnie, annak érdekében, hogy a mérlegelés után vissza tudják engedni a halat az élőhelyére. Ez volt a kisfiú első komolyabb versenye, így különösen büszke volt a fogásra, amelyet aztán a szabályoknak megfelelően le is mértek a versenybizottság tagjai. Máskor volt már 3 kilós is. Milyen technikával szoktál dolgozni, és minek köszönhető ez a jó fogás szerinted? Hát a kukoricának köszönöm, hogy volt. Barna az édesapjával kezdett el horgászni, az alapvető fogásokat is tőle sajátította el, később pedig a Herman Otto általános iskola szakkörében mélyítette le az ismereteit. Apuval kezdtem el, először ilyen spitzbotokkal, meg ilyesmikkel, és hogy horgászni meg ide járok, a Török Bálinti tóra, és Balcsira is, már a Rókatavon is voltam, ott Mosó-Magyaróváron, vagy hol, és... És mióta versenyzel? Már a hobbi horgászás mellett? Ez az első most. Ez a legelső versenyed, akkor gratulálok a szép fogáshoz. Köszönöm. 7. alkalommal rendezzük meg a mai nap a Decathlon Herman horgászversenyt. Azt hiszem, hogy ennek már komoly, komoly múltja van. Erre a mai versenyünkre 34 nevezés érkezett. Épp Krisztiánnal beszélgettünk az előbb, azt hiszem, hogy 24-25 részvevő érkezett meg. Azért rendezzük ezt a versenyt meg, mert hagyományai vannak, és azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon szeretik az ilyenfajta közösségi rendezvényeket, és kint vannak testvérek, szülők, édesapa, édesanya. Igaz, hogy sokat dolgoztunk vele, sokat logisztikáztunk, mert azért nagyon kellett készülni előre, mert ugye egy versenynek az alapvető legfontosabb dolga, hogy azonos feltételek mellett horgászol, mindenki ugyanannyi etetőanyaga legyen, ugyanazt a csalit használja, és nagyon komoly díjak vannak, amiket majd
kettő, fél kettő magasságában az eredményhirdetésen fognak a gyerekek megkapni. Abban persze, hogy kiversenyezhetett kiemelkedően, a tudáson kívül nagy szerepe volt a szerencsének is. Kocsa Ádám és Várszegi Máté jó barátok, szinte egymás mellett horgáztak, a tudásszintjük is hasonló. Ádám ennek ellenére most a szerencsével kicsit hadilábon állt. Tavaly kezdtük, meg nagyon szeretem, jó sok halat lehet fogni vele. Mi a szép egyébként ebben, mi az, ami megfogott téged? A halak, ugye azok nagyon szépek is, meg a tavak is. Neked mit jelent az egész? Hát, nekem a sportot, meg a horgászatot. Mit tanultatok egyébként, hogy hogyan kell együtt élni a halakkal, mennyire figyelsztok rájuk itt a verseny során? Nagyon. Mit szoktatok csinálni, hogy azért kimélyétek az életüket? Hát mi mindig visszaengedjük, nem dobjuk, csak szépen kíméletesen visszaengedjük. Hogyan alakult a mai verseny? Volt-e már valami jobb fogás? Hát nekem még semmi. És neked? Hát nekem csak egy vörös szárnyú keszeg, meg egy déver keszeg. Ez az eredmény hamarosan pozitívan változott Máté esetében, miután egy méretes ponty került a horgára, amelyet az anyukája közreműködésével ügyesen ki is emelt a vízből. Az igen! Azt vagy meg! Ott van! Természetesen a versenyszabályzatot, mikor megalkottuk, akkor nagyon fontos volt, hogy beleírjuk, hogy szülő nem horgászhat a verseny ideje alatt, tehát ez csak a gyerekekről szól. Ugye alkalmazkodunk a tónak a horgászrendjébe is, tehát egyetlen egy horgot használnak a gyerekek. Ugye kétfajta módszert alkalmaz mindenki, vagy fenekező módszerrel horgászik, vagy úszóval horgászik. És ami nagyon fontos, hogy ha kifogott halakat, az pontymatracra tesszük, fertőtlenítjük, és utána óvatosan visszaengedjük a lehető leghamarabb. Természetesen az említetteken kívül a versenyen csak az indulhatott el, aki érvényes horgászengedéllyel rendelkezett a 2020-as évre. Mindenki azonos etetőanyagot használhatott, és a rakós botok használatát is tiltották. A 24 indulók között többségében fiúk voltak. Mindössze néhány lány vállalta a megmérettetést. Közöttük volt Senye Janka is, aki a legutóbbi versenyen korosztályában az első helyen végzett, pedig csak egy véletlennek köszönhette azt, hogy eljött a megmérettetésre. A testvérem találta az iskolában ezt a lapot, ahová ki volt írva tavaly ilyenkor egy verseny, a Decathlon horgászverseny, és arra eljöttünk, és hát igazából így. Ha jól tudom, az olyan jól sikerült, hogy meg is nyertek. Igen. Akkor mi volt a taktika, és hát hogyan válik ez be most? Hát igazából akkor még nem voltunk ennyire felszerelve, mint azért most, mert így most már voltunk táborba is nyáron, és hát így azért jobban fel vagyunk most szerelve, de igazából bedobtam, aztán vártam, hogy legyen kapás. És ez most bejött? Hát most még nem, de majd reméljük. A horgászverseny reggel 9-kor vette kezdetét és 13 óráig tartott. Egy óra után összesítették a kifogott halak össúlyát minden egyes versenyzőnél, majd korosztályonként hirdettek eredményt. Néhány perc múlva lesz látható először a TV 2040 sportmagazinja, az Itzer, Eldézsi Zoltán lesz a műsorvezető. Előtte még megmutatjuk elérhetőségeinket, ha van véleményük vagy kérdésük, akkor írjanak nekünk, és felhívom a figyelmüket a honlapunkra is, ez a tv2040.hu, ahonnan oda találnak a YouTube csatornánkra is, ahol minden saját gyártású műsorunk bármikor megnézhető. Mára köszönöm a figyelmet, ne felejtsék, TV2040, helyben vagyunk, viszontlátásra!